nagyon jó volt, hogy a kezdeti bizonytalanság azért átcsapott biztonsággá, önbizalommá és olyan játékká, amelyben tudtuk uralni a támadást, főleg a átlövő játékunk játéka emelkedett, úgy gondolom, a mérkőzés színvonala fölé. A másik dolog pedig védelemben megtaláltuk azt a stabilitást, amely mögött remekül védett a kapusunk, és innentől, amikor már ezek így rendben vannak, hogy az átlövő játék, a védelem, a kapus, akkor már azért könnyű kézben tartani a mérkőzést. Talán azt hiszem, hogy most ebben a helyzetben, abban a sebességben, ahol mi voltunk, mi lettünk magabiztosabbak. Ott talán a Pavlovics Darkónak voltak olyan megmozdulása, amelyeket nehezen tudtunk kivélni, a többieket fokozatosan bizonytalanítottuk el. A védelmüket is sikerült jó keresztmozgásokkal, megfelelő játékpanelekkel szétszedni, abból a lövőhelyzeteket megtaláltuk. Az első félidőben volt egy olyan periódus, amikor erőltettük a beálló játékot, azt nem mindig sikerült, és azt megkontrázták, de azt gondolom, hogy összességében, különösen ugye Ferós úsznak a tucat góljával magabiztosan nyertünk.